Jó napot kívánok, itt vagyunk Kéri László politológusnál, és külön megtiszteltetés, hogy az otthonában fogad bennünket. Jaj, mi már, hát de persze. Igen, hiszen azért az otthon melege az mindig egy politológusnál is, aki egyébként elemző, bizony-bizony én elemzem az otthonodat, hogy egyébként nagyon sok könyvben gyönyörű unokás képek, de a lényeg, ami miatt itt vagyunk, hogy idén lesznek választások, június 9-én egy napon tartják Magyarországon az önkormányzati és európai parlamenti választásokat. Az én véleményem szerint nem véletlenül rendezte így Orbán. Ez nagy kihívás elé állítja az egész ellenzéket, nem csak az MSZP-t. Az MSZP következetesen nagyon régóta azt mondja, hogy egy ilyen autoriter rendszerben, ahol tulajdonképpen a versenyre nagyon korlátos a lehetőség, hiszen nem demokráciában vagyunk, ahol közel egyenrangúak a feltételek, az ellenzéki pártoknak valamilyen típusú együttműködést ki kellene alakítani, már idén mindkét választáson. Hiába arányos mindkét választás, akár a fővárosban, akár az európai parlamenti választásokat nézzük. Mi úgy látjuk MSZP-sek, hogy nincs az az arányos választási rendszer, amely egy autoriter rendszerben ne azt segítse, tehát egy fél diktatúrában ne a diktátort segítse. Csak hogy ilyen leegyszerűsítve fogalmazzak. De sajnos ez igaz. Ezért mi MSZP-sek március 15-éig szeretnénk 100 000 aláírást összegyűjteni azért, hogy működjünk együtt már az Európai Parlament és az önkormányzati választásokon, és induljunk együtt egy listán. És azt szeretném megkérdezni, hogy hogy látod te azt, mi az Európai Parlamenti választásoknak és az önkormányzati választásoknak a tétje Magyarországon, az ellenzék és Magyarország jövője szempontjából, és miért támogatod azt, hogy fogjon össze az ellenzék és működjön együtt már június 9-i választásokon is? Nem csak az MSZP látja ezt így, az általam ismert elemzők, akik esetleg nem kötődnek egyetlen politikai párthoz sem, mind így látják, hogy az ellenzék egyetlen esélye az, hogyha közös listán indul mind a két választáson, az uniós és az önkormányzati választásokon is. Hogy ki miért mondja, azt meg lehet kérdezni sokaktól, de azért többé-kevésbé hasonló indokaik vannak, úgyhogy lehet, hogy az én indokaimat, aki ezt nézi, ezt a műsort, már ismerni fogja. Három pontba szedem. Az egyik az, hogy a magyar politikai tagolódás az úgy néz ki, hogy vannak a kormány melletti, mondjuk ha 8 millió választóból indulok ki, akkor egy ilyen 35-40%, tehát most alulról súrolja a 40%-ot, de ilyen 35-40 között ingadozó. Az utolsó mérésnél, a mediánnál is azt látták, mint ami többeknél, hogy folyamatosan növekszik a nem tudom, nem mondom meg, tehát a nem elkötelezett választóknak a száma, ez most utoljára 36% volt épp a legnagyobb csoport, és ha összeadják az ellenzéki pártokat, az meg olyan fölülről 30, tehát durván, mint a 3/1 részre lehetne tagolni a magyar mezőnyt. Na most ennek azért van jelentősége, mert ami a kérdésben is elhangzott, hogy ez a kényszer, amit a Fidesz megásott az ellenzéknek, ilyen mérési pontokon, mint ami lesz június 7-én, az csak annyiban értelmes és óriási kihívás az ellenzék számára, hogyha fordítva gondolkodik a választók felől, és nem a pártok felől. Mert ezt azért mondom, mert ugye van ez a 30%, aki a 7 vagy nem tudni hány ellenzéki pártot támogatja, de van ennél a még nagyobb tömb. És az első pont, amivel befejezném, hogy abból a nagy tömbből a nem mondom meg, nem tudom, nem érdekel, hagyjanak békén, csalódtam típusú, ez egyébként 3 millió ember, csak akkor van az ellenzéknek esélye onnan komoly választói bázist és aktív részvevőket csábítani, ha együtt indul. Ez a hatalmas tömeg, ez a 3 millió ember, ezt halálosan nem érdekli, hogy DK vagy Momentum, meg minden, és nem is fog belegondolni soha, hiába akarnak, azt viszont megérti, hogy ez a kormány, és ez az ellenfele. Tehát ennek a hatalmas tömegnek, amelyik pillanatnyilag a legtöbb Magyarországon, az az alapkérdés, hogy ők vannak kormányon, vannak mérések egyébként, amiből tudjuk, hogy ez a bizonytalan tábor, nevezzük úgy, azért nem nagyon szereti a kormányt. Itt azért elsőprő többségben vannak azok, akik, ha lehetne, most is szavazhatnának a Fideszre, de nem szavaznak oda. Az ellenzéknél pedig nem látnak olyan hívó erőt, aki mellett elköteleznék magukat. Létezik olyan, hogy ellenzék, vagy csak ellenzéki pártok vannak egymás mellett, amelyek képtelenek egy politikai szavazható konstrukciót? Mind a kettő van. Mind a kettő van. Ennek a tömegnek, akikről én beszélek, nekik ellenzék létezik. Az ellenzéki pártok szavazó bázisának
ezek is sokan vannak. A legutolsó mérések szerint durván 1 millió a DK-nak, és ez a 3 versengő vagy 4 versengő párt pedig a 500 000 körül van. Tehát őnekik persze ellenzéki pártok vannak, de ők egymagában nem tudnak olyat teremteni. Ha ők fognak össze csak, és nem adnak kínálatot a bizonytalanoknak, akkor még az is kevés lesz. Viszont, hogyha így ellenzékként és egy kihívóként mutatják magukat, akkor nézzük kicsit számunkban. A 21 mandátumot oszthat el Magyarország. Ha a Fidesz egyedül indul, és az ellenzék külön-külön, akkor a mai realitások alapján a Fidesz nem csak 12, hanem akár 14 mandátumot is megszerezhet, mert az ellenzéki pártok közül egész biztos, hogy 3-4 nem fogja elérni az 5%-ot, ott viszont tudjuk, hogy a számítási rendszer szerint automatikusan majd megkapja a győztes azokat, akiknek nem lesz mandátum belőle. Tehát, ha külön indulnak a pártok, akkor elérhetik azt, hogy kapnak 2-1-1, 3-2-1, kaphatnak mit egy 7-8 mandátumot, a Fidesz meg kap 14-et. Ha együtt indulnának, akkor szerintem ez a verseny ilyen 11-10 lenne. Legfeljebb 12-9 lenne, tehát összehasonlíthatatlanul szorosabb lenne a mandátum megoszlás akkor, hogyha van egységes ellenzéki lista, egész biztos vagyok benne, hogy 12-9-nél nem lenne. Aztán, hogy ezt a 9-et hogy osztják el egymás közt, az halálosan nem érdekli a magyar választók 90%-át, ez az óriási tévedés a pártoknál. Na most, ha nem ez lesz, hanem indulnak pártlistán, akkor szerintem legfeljebb 3 szélsőséges esetben és magasabb választás esetén, illetve nem sem biztos, hogy magasabb, de 4 pártnál többnek nem jut mandátum. És őszintén szóval, hogy még se a DK, se a szocialista, se a Momentum szavazók nem fognak emlékezni 3 hónap múlva, hogy ki az ő uniós képviselők. Mi, ha most megkérdeznék, akkor se tudnak, sőt a Fideszét se tudják. Szóval ez az egyik első érvem, ez az uniós választásnál. Az önkormányzati választásnak sokkal tisztább a helyzet. Fidesz is pontosan tudja, hogy neki az az érdeke, hogy minél több helyen több ellenzéki jelölt legyen, mert akkor 30%-kal is megkaparíthatja a polgármesteri pozíciót, meg az önkormányzati testületben a többséget. Tehát az önkormányzatoknál ezerszer fontosabb az, hogy egy egységes ellenzéki jelölt legyen, és akkor a harmadik érvem pedig az, hogy 2022 nagyon nagy vereség volt, akárhogy nézzük. Azt mutatta, hogy nem tanult semmit 12 év alatt az új rendszer alaplogikájából az ellenzék. A 2024-ben ez történik, hogy az derül ki, hogy 2 év is kevés volt a nagy vereség után, hogy megtanulni a rendszer logikáját és a rendszerben levő mozgástérre maximálisan élni, akkor azt merem mondani, hogy akkor 2026-ot is elbukta az ellenzék. És végül is annak a 36%-nak oly mindegy, hogy külön-külön bukták el 4-en, vagy 6-an bukták el, vagy van, aki 15%-ra jutott, van, aki 9-re, érdektelen. A Fidesz ül a sarokba és röhög az egészen, és élvezi ezt a meccset, tehát aki nem fogja föl, hogy a közös lista kistával szembeni politikai törekvéseket támogat, annak meg, akkor nyilván valahol meg kell vallani, hogy akkor ő a Fidesz támogatja, ez ilyen egyszerű. Még ha nem merik mondani, még ha az ellenkezőjét mondja, akkor is szociológiailag az a realitás, hogy aki ma 2024-nél nem áll ki a közös lista mellett, azt tulajdonképpen minél nagyobb Fidesz győzelmet segít elő. Ez szerintem ilyen egyszerű, nem is értem egyébként, hogy mit kell ezen vitatkozni. Hát nagyon szépen köszönöm, ennél világosabban, egyszerűbben és tisztábban nagyon kevesen tudják elmondani ma Magyarországon, hogy mi a valódi tét, és hogy milyen rendszerben vagyunk, és bizony mindenkinek felelőssége van, aki ma ebben a történelmi szakaszban politizálhat, hogy mit választ, milyen úti tervet ad a saját pártjának és a saját közösségének. Mi MSZP-sek kiállunk amellett, hogy együtt kell működnünk, együtt kell indulnunk, és ha majd egyszer demokrácia lesz, újra versenyezhetünk. Nagyon szépen köszönöm a véleményedet.